Ezekből a sonkákból összesen 1488 darab érkezett Debrecenből Záhonyba, ahonnan már külön kísérettel egy humanitárius segélyfolyoson keresztül folytatja útját tovább Ukrajnába. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke elmondta, amint egy 2 tonna élelmiszer mellett egy nagy lelkű magánadomány is része a felajánlásnak. Az akció célja, hogy olyan menekültek számára nyújtsanak segítséget, akik tömegszállásokon, iskolai termekben, illetve tornatermekben töltik az ünnepet. A Munkácsi Görögkatolikus Püspökség segítségét kértünk, hogy az adomány a legrászorultabbakhoz jusson el a húsvét ünnep keretében, és ők ebben segítenek nekünk. Fontos még tudni, hogy nem csak a megyei önkormányzat, hanem a Hieroteus Egyesület, illetve az Agrárjövőért Alapítvány is partnerévül szegődött ennek az akciónak, és ilyen módon tudjuk ezt a 3,5 milliós összegű adományt, sőt a hajdúhúsnak a önzetlensége is kellett az ilyen gyorsan és jó minőségben és viszonylag olcsón tudjuk ezt az adományt eljuttatni. Tehát ez is egy összefogás eredménye. Kapin István, a Hieroteus Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a békét legelőször mindenkinek saját magában kell keresnie. Tényleg azt kívánjuk az odát élő bármely nemzetiségű testvérünknek és vallástól teljesen függetlenül, hogy mert az ember ősi vágya, hogy megszabadulni abból a pokolból, amiben él vagy teremt magának, hogy a történelem ura valamilyen nehéz módon rendezi. Ferenc pápa Magyarországot elismerő szavaira emlékeztetett Kis András, az akció egyik főszervezője. Miszerint Magyarország Szent Márton örökségét folytatja, amikor az elmúlt évtizedek legnagyobb humanitárius katasztrófájában nyújt segítséget a rászorulóknak. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert a közelséget mutatja meg. Azt, hogy közel érezzük magunkat, keresztény értelmen közel érezzük magunkat az elesettekhez, a menekültekhez. És ez egy nagyon fontos dolog. Az adománya hétvégén érkezett meg Kárpátaljára. Az ortodox egyházban a húsvétot egy héttel később ezen a hétvégén tartják.